ötös rúgóra menni kell. Tehát gyakorlatilag a súlyos a kulcs része, hogyha úgy vesszük. A sózás, azt értsük meg, ha van egy bemeneti adat, van egy hashtag, ha nem fogsz menni sehova, az ad egy eredményt. Bárhova mész, mindegyik vissza. Ha ez van csak, akkor bárki aszinkron módon lát a táblát arra, hogy ehhez a bemenethez ez a kimenet tartozik. Csinál egy kurva rakt táblát, ez megvan a sózat. Na most, hogyha... Nem. Hogyha jelszód van valamikor még, ha te hozzáteszel egy sót, megsózod a jelszavadat, akkor ezáltal eléred azt, hogy a teljes táblát, amit a hashtag kezel, le kell gyártani. Ki mit néz, ki mit szagol. Érted? Gondolj bele, hogy a jelszavadat nem olyan kurva. Ez arra alkalmas, hogy megkerülve a programokat. Hiába van 512 hosszú hely, de ki az az őrült, aki ez a 512 hosszú? A hosszú jellemzően pár karakter hosszú. De most, hogyha csak simán ez lenne, akkor elkezdeni kell próbálgatni, és mondjuk az első 25 karakterre ki lehet számolni, hogy de az egy véges kezelhető bemeneti számítógép. Ha azt legyártod a táblát, nem abban a pillanatban a táblában lekeresed, és tudod, hogy ez a pár. Megnézed, hogy a só, hogy kerül bele úgy a só, hogy az ne lehessen előre tudni, hogy az mi lesz, de én mégis vissza tudjam kapni azt, amit akartam. Amikor a só, amikor te ki akarod nyitni, amikor a böngészi ezt így neked viszont, benne van a só. Látom ön, utálja a reklámban. Ezáltal a jelszó, ami eddig volt 25, hogy te is húzzá le. Betű szívesség, abban a pillanatban lesz, ez a só lesz a magad. De ez a só, ez amikor létrejön a Luxpire, vagy akkor hozza létre a randomból magának. Minden egyes kulcs berakásokon az egy random. Jó, már megértettem. Te igen. Ja, és amikor hát magára rendszerre nem tudnak csinálni egy ilyen táblát. Egy idő után el kéne folytatni az között. Mert te mit csinálsz? Jelszóra tudsz egy táblát csinálni, mert a jelszó számú korlátos. De amikor van a jelszó számú korlátos, mellé teszed a sózást. És ezt összehessen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. És ez bájt. Jó, de az... Ugye azok hexák, nem? Igen, azért mondom, ezek bájtok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ez egy 32 betű. Tehát gondolj abba bele, hogy eddig arról tartod, hogy van egy őrült, aki 25 karakteres jelszót választ. De azzal, hogy mellette van egy véletlen számban 32, ezért neked a táblában minimum 32-re kell számolnod, mert ja, ekkora a só. Gyártani, sóra is le kéne gyártani, akkor az 6 gyakorlatilag egy. Igen. Arra, a sóra, de lehetne gyártani a hardware, csak az rohadt rá, ahhoz nagyon nagy targetnek kell lenned, hogy igen, az nem működik, hogy előre elkészíted a hash tábládat, a hash eredményt és a jelszót. Mert hogyha ez, mert nem tud megkészíteni, mert nem ismered a sót. Hanem akkor az egész világ azt használta, most mindenki másnak más a sója. Igen, mindenkinek más a sója. Na most, hogyha te kiolvasod a sót, ugye, akkor mit kaptál? Van egy 32, igen. 32, és van még a jelszó. És most kezdem gyártani. A 32-en. És ez nem az van, hogy egymás mellé teszik, ez azért mondják, hogy sózás, hanem ez az algoritmus, hogy ők teszik a be. Nem látjátok, hogy ez véges dolog. A sót, ezáltal a hashfüggvény, tehát a hashfüggvény hash képességéhez igazítják a sózást. De véges a dolog. Véges. Ugye az univerzum is véges. Ha véges, de még se tudsz eljutni a végére. Mert mivel benne vagy, ugye, akkor a... az oda egyszerű hülyeség végtelen. Tehát akkor az Einstein azt mondta, hogy csak két dolog végtelen. Az univerzum, meg az emberi butaság, de az már az elsőben nem... De én meg csak egyet szeretnék kérdezni. Az a dolog, ez az időfaktor, ez még nem sikerült.
Ez a 10-32-en évről beszélünk, akkor az már biztonságos, tudnám mondani. Még ott tartottunk, hogy azt mondták, hogy a Windows 10 megfelelően meg lehet győzni, ezt tartunk el oda, hogy elég macerás. Ez maga egy tárolási módszer, ez nem egy operációs módszer. Tehát ez a másik dolog lényege. Én most konkrétan a titokról beszéltem. Az oké is. A másik paranoia rész az onnan jön, hogy a kínaiak konkrétan úgy jutottak be az amerikai cégeknek a hatalmas mennyiségét admin szinten. Tehát a kínai titkosszolgálatoknak, a kínai vezetőknek már vagy 10 éve admin szintű hozzáférésük volt, CEO level hozzáférésük a csomó amerikai céghez, mert azzal foglalkoztak, hogy konkrétan bad, tehát backdooros chippeket küldtek Kínából, és senki nem vágta ketté azt a mikroprocesszort, az emberi tényezőt használták ki. Azért az, hogy mi a az urbán legenda, mi az, ami... Ez nem urbán legenda, ez már beismert, én csak nem reklámozom senki. Na most az, amit erről tényszerűen lehet tudni, hogy volt egy olyan gyártó, amelyik egy Ramon egy olyan chipet találtak, amelyik nincs, amelyik nem volt rajta a terveken. Hogy az mit csinál és hogy csinál, az mai napig nem lett publikálva. És amit az első hírekben szerepelt, és amit tovább gondoltak, és utána mindenki azt vett át, hogy az nagy amerikai szervergyártónak a gépébe találták meg. Ezzel az egyetlen egy probléma, hogy a külsős független céggel auditálták az összes hardverüket, effektíve oda mentek, megnéztek, és nincs rajta. Ja. Mint az Enigmának. Érted? De ez nem erről, nem így csinálják ezeket már. Tehát például ott vannak az Intel processzorokban, ahogy úgy gyártják bele, hogy az utasítás készletnek van egy olyan tartománya, aminek a mögöttes működéséhez nincsen hozzáférés, hogy valójában mit csinál. És azokat úgy égetik bele a gyártás során utólag, de valójában proprietary szoftver, tehát nem tudod, hogy mi mögött mögötte, és akármit csinálhat. És ilyen majdnem, hogy titkosítással védett hardvereket már csinálnak régestelen régóta, és ugye, nem... Ez működik, de azért nem misztifikáljuk túl. Például legtöbb GSM modemnek van egy GSM stack nevezetű része, egy chip, maga a szoftver is hardware-ekben építve, ami kezeli a GSM-et, és igazándiból a Qualcomm-on kívül senki nem tudja, hogy mi van benne. Nincs ilyen kiállóvész, és kisebb a mai kártyáról beszélsz? Nem, ez még nem is arról, hogy van egy Shotson egy Qualcomm, amelyiknek van egy olyan chipje, ami mondjuk mobil hálózathoz tud kapcsolódni, és annak van egy olyan része, ami az 1000-es GSM kommunikációt kezeli. Az egy hardware, amivel rá van töltve egy szoftver, és az egy egész. És senki amit nem tudja, hogy nekem, az a Qualcomm persze tudja, és soha nem adta ki, nem volt publikus. De ez nem azt jelenti, hogy nem volt auditálva, nem volt ellenőrizve. Nem tudom, 14 valami. És amit te mondasz, az pont ez az, hogy auditálva ellenőrizve, nem tudsz végig auditálni egy olyan keyspace-t, amik ilyen nagyságú, lehet, hogy egy darab olyan kulcssal jutsz bele azokban a titkos... Mostani kedvedet, az azért, tehát én tudnék olyat kitalálni. Na most tisztázunk valamit. Ha én tudnék olyat kitalálni, tisztán más. Én nem vagyok olyan. Az Intel, de már az alapítóciban is ugye mikroprocesszort még belejárt. Köszönöm. Igen, de beleégettük egy részét. Nem. Jön egy gyári mikrokóddal, amiről tudják, hogy úgy is hibás. Fizikai kilenc. Ezért a technológia úgy van kialakítva, hogy elindul a beégetett mikrokóddal, induláskor van arra lehetőség, hogy lecserél. Induláskor úgy indul el klasszikusan, nem felejtő tárolóba bemásolja egy RAM, egy felejtő tárolóba, és utána ezzel fog dolgozni a mikrokód. De ez nem zárja ki azt, hogy ugye azért lett ez meghozva, ez a technológia, hogy tudjuk, hogy a beégetett az hibás.
nem hát az update hibatlan, hogy tudod, hogy hibatlan, mert nem tudom tökéletes csinálni. Ezért a technológia, az elsők ugye nem volt módára, hogy változott. A nem felejtő memóriából működött a mikrokod. A pikkek, például ilyenek a PLC-k, azok klasszikusan így működnek ma már. Sok-sok éve, hogy a nem felejtő tárolóból induláskor fölgyállja az egész szoftvert a RAM-ba, és a RAM-ba fut. És a nem felejtő tároló sokat nem. Ugyanígy mi? Most konkrétan melyik, miről van? Én most egy PLC-ről beszélek, hogy ma minden PLC az így működik. Hogy van egy nem felejtő tárolója, induláskor fölgyállja onnan az egész programjának minden szakítani, és attól kezdve csak a RAM-ból fut. Hátok, bármi, amit módosítasz, az a RAM-ba módosítod. És hogyha a módosításokat vissza akarod, nem akarod, ne felejtsd el, visszaadod. De ugyanígy működik például a Cisco működés. Az is úgy működik, hogy induláskor fölnyelni a tárolójából a megfelelő prioritás szerint. De most nem is az ilyen kódokról beszéltem, mert sokkal inkább a már a protokollutasítás készletéről. Na most gondolj abba bele, hogy az Intel az összes CPU ugyanezt a protokollt használja. Van egy mikrokódja, ami nem felejtő tárolóban van. Induláskor arra szól, hogy bemászolunk egy felejtő tárolóba. A tranzisztoroknak a bekötéséről van itt már szó. Tehát az a tranzisztorban, de a tranzisztor, a prociba van RAM. Úgy gondolkodom, L1, L2 cache, van egy olyan rész, ahol a mikrokódot tárolják. Régen a mikrokódot L-Chrome-ba tárolták. Gondolj arra, hogy pikkeket ismered? Annyira még nem merültem rá, csak most kezdek ezzel foglalkozni. A pikkbe háromfajta tárolási lehetőség. Ez is sokkal inkább a softwarestek részével voltam elfoglalva, most ásérve. Háromfajta tároló van, a legnagyobb rész az L-Chrome, ami kívülről írható. Tehát mire te nekik az minek a rövidítése? A program. Ez a lényeg. Mikrokontroller. Ja, tehát ezek a kicsi. Arduino. Három tárolás. Tehát maga a process, a benne lévő processzor, akár mekkora idő részt mondasz, én mindig fogok ebből a három tároló részből áll össze. Ami alatt én cserélem. Na most, ha ebbe gondolsz, ez az Intel CPU is ugyanígy néz ki, hogy van egy gyártáskor beledrótozott tároló. Kész, beledrótozták, mindegy. E-prom technikával, lézerrel vágták a granulákat, tök mindegy. Rom, az valójában romként van benne. Ezt már nehéz egy embernek fent fejbe tartani, hogy például, hogy valósítasz meg egy read-only memory-t? Nem kell felvételni. CD. Sokkal egyszerűbb. Az első hogy valósítasz? Nagyon egyszerűbb. Megkérdezem tőled, hogy mennyi részhozó. Drót. Drót. Az össze, a drót. Mindenki rá volt kötve a tákra. Rendben van. Részdrót. És mit lehetett csinálni? Úgy programozták, hogy azt a drótot, amelyikre túl nagy áramot kötöttél, az eredet, és az lett a múlva. Ennyi. Az eredeti rom az ennyi. Ez kurva nagy gáz, mert ez egyszer megjön, köszönjük szépen. Nyugodtan elképzelheted, hogy lehet, hogy már egy napig az Intel procéban ilyen rom. Az is egy ugyanilyen rom, amikor lézerrel elvágnak vezetékeket.
Mindegy, hogy milyen technológiával vágod el a vezetéket, vezetékvágást ő sem. Roncsol, soha többet meg, utána jöttek a... És a spájzolban már benne vannak a gyorszok. Na, én ezt nem akartam. De nem csak ez a célja. Vagy te is ezek már újraírhatóak, de... Az újraírhatóak... Az, hogy jutok be, az teljesen mindegy. A BIOS-ban, két dolog, a minden, két az elsőket, hogy lehetett tőlük? Ahol bőlem befolyásolni, kivetted az elemet? Nem. Vagy az még az, az nem ROM. Az valójában RAM. Igen, nincs valójában RAM. Igen, és akkor jött egy olyan technológia, amikor feltalálták a fedeket. System D, meg System D, akkor a fed az ugye úgy működik, hogyha van egy vezető csatorna, és hogyha mellé a töltést teszel, akkor az a vezető csatornából kiszívja a töltéseket, és ezáltal lesz. Ez az egyik működés, mert se pont tudjuk, hogy ez az egyik lehetőség. Ezt hogy oldották? Ebből hát, csinálni robot. Nem? Úgy, mondom, hogy azt csinálták, nem, hogy jól gondolom, egyetlen egy ilyen vezető csatorna mellett sem volt töltés. Mind üres. Lényeg, hogy mit csináltunk? Rákötöttünk egy vezetéket, és nagy feszültséggel, puff, belelőttünk, mert az egy szigetelő réteg, ugye a töltést le kell szigetelni a vezető csatornát. Ez a szigetelő réteg volt, 10 voltos, semmi gáz. 25 volt, ha megnyomtuk, töltés átugott. Áram indult, megálltuk volt a töltés. Stim? Létrejött a töltés, a vezető csatorna megszakad. Kiüres addig, amiből be nem lép, addig az a jelsz, amit akar. Ezek egyszerű hatalak tovább voltak tovább. Na, az a jelsz. Mert ha egyszer bejutattad, akkor utána hogy jutatod ki? Meg annak kisebb voltak. Ez könnyebb volt, mert ugye nem lézzel kellett vágolod, meg nem áramba, meg ilyesmi. És akkor ez nagyon rövid ideig megjött a következő generáció, hogy ezeket a töltéseket el lehetett várni. Ezek voltak az ablakos robok. Ezeket már elromnak hívták, hogy ezeket hívták már programnak, hogy elektronikusan programozható. Tehát, és akkor volt egy reset gomb rajta. Nem, hanem UV-fénnyel megindítottak. Az UV-fény hatására elkezdtek töltések generálódni a kristályszerkezetben, ami vezetővé tette a UV-vezető réteget, és ezáltal ott fel a szigetelő mögött elhasználó töltések. Azok ki tudtak sűrni, az UV-fény hatására vezetővé vált a szigetelő. Viszont azt el tudom, és akkor ezt úgy látod, hogy igen, levetted a kis ablakocskáját, alá tetted egy ilyen UV-fény kibocsátóképcsét, és amikor ki, akkor újra jutottad ezek, mivel minden egyes felprogramozás roncsolta a szigetelő réteget, mert átütötted a szigetelést. Ezért meg volt az, hogy 5-10-20-szor tudod programozni. Ugye, te se tudsz fel, és utána valószínűleg tönkre megy. Minek kérdezik egyet? Valamennyi. Azt, hogy éppen hogy sikerült, ez más. Általam. Akkor mennyek van egy általam fa. És akkor ma vannak az elpromok, ahol minden egyes program, gyakorlatilag ugyanezzel a technológiával tárolékos az információt, hogy töltést csinálhatunk be egy szigeteltébe, és ezáltal megváltozik a vezető képesség a környezet. Az annyi a különbség, hogy ez nem roncsolás, nem azt jelenti, hogy nem roncsolódik a híráskor, viszont nem károsodik, de a károsodás mértéke olyan alacsony, hogy ezzel a használat során nem kezdődik. Ezért van az, hogy például mindenki addig, ami átember, ez nem jelent, hogy bárki bármikor átírozhat a házasokban. Meg lehet írni ezerszer, ötezerszer, most nagyon kell írni az az eset, hogy te el fogsz adni. Ki van írva, hogy szokták, bár úgy mondják, hogy flash. Most nem írva. Mert az már valószínűleg pont ugyanilyen technológiát használunk, hogy flash. Ki van írva az ajtó. És akkor vannak, amiket a maga a procedúr írni, az megint egy másik kicsitben másodnak el, hogy több írás kell elni. De körülbelül ennyi, és arra gondolj, hogy igen, az Intel CPU-val a mikrokódot egy RAM-ban tárolják. Induláskor minden egyes procédnek elindul, egy ROM-ból bemásolja a RAM-ba. És utána a RAM-ban lépőket hajtja végre. Mit? És a sudo, de nem attól gyorsan a vetőn eleve egy de most mondtad, mert hogy hard. Emulálja. Tehát ott a logikai kapuk azért nem az. RAM-ból töltődnek be, hanem ott azok ott vannak fizikai, attól gyors, nem? Virtuális. Jó, hát lehet. Nem egy kettővágó processzort. Akkor neked rohadt fingod nincs, hogy egy CPU-hoz hogy néz ki? Hát egy mostani az...
És egy régi. De egy rendszerben minden. Tehát alapvetően amikor is ábrázolt látom róla a dolgot, hallom, akkor az úgy néz ki. Ha most nem bonyolult pociba gondolkodok, nem egy internetben a diszk. Tudod mi a különbség egy internetben a diszkoci között? Megnézted a bizonyra, a régiszibe. Ez a csökkentett utasítás készült. A régiszibe a következő van. User, nem? Ez azt jelenti, hogy a proci belül egy csomó húzalozás van. Teljesen. És vannak benne ilyen elektronikus elemek, B kapu, azt tudod, mit jelent? Mi a jelszó? Ez a logikai kapu, vagy a logikai szor, N. De alapvetően az összes ebből kell, hogy fölépüljön. Igen, de ez ebből blokkokat szervez. És például van egy összeadó modul, amelyikben egy csomó szor modul van összeadva. De ez valójában úgy működik, hogy ez egy doboz, ami egy összeadó. Neki indul, és úgy... Amelyek még semmi más nincs, az, hogy van. Egy hiba van, error. A felhagyás belépett volna. És egy disk csökkentett utasítás készleténél, amikor összeadás, akkor az azt jelenti, hogy csak az AX-et tudja hozzáadni a BX-hez. Ez azt jelenti, hogy van egy összeadó módulat, az AX regiszter, ami egy D-tárgyal, kimenete, oda van egy kapu keresztül húzalozva az összeadóban. A B-tároló is. És amikor jó a mikrokód az azt csinálja, hogy akkor az van, hogy akit be kell értetni, a X, írja fel, ha mert csak ebből utasítás, akkor mit csinál? Két egymás után követő. Akkor az azt csinálja, hogy beengedi az összeadó műveletre, a D-tároló bemenetére, az a A és a B regiszter. De mégis van. Tehát úgy van. A következő D-tároló befogadja. Hogy mondta itt előre? És utána X órajel után kijön a kinek. Található, ami van egyben. Amikor ennyi órajel letelt, akkor a D-tárolóba betárolódik az összeadó kinek. Hogy így, és utána azt a mezei user, a kimenetek be vannak kapuzva az AX-re bemenetére, mint tárolónak a bemenetére. És X-edik be órajel után a mikrokód azt mondja, hogy igen, ezt a kaput kinyitjuk. Ennyi, és meg volt egy harmad. Az, hogy közben ezt lehet bonyolítani, hogyha nem működik, nincs összeadás, akkor az átáról ne kapja az összeadó módon ne kapja tápot, meg egyéb ilyen módszert. De az a lényeg, hogy egy tároló, egy regiszter hány más eszközzel van összekötve. Egy interprocinál, mivel nagyon bonyolultak az összeadási műveletek, ezért egy regiszter nagyon sok helyen kell összekötve lenni. És itt egy címezve van, vagy gondolom minden bele a címezés, vagy... Igen, de ezért sokáig tart, míg kitalálod, hogy mit kell bekapuzni, és rengeteg drót van benne. Ezért lassú. A RISC azért tud sokkal gyorsabb lenni, hogy az ARM proci kis RISC processzorok alapvetően csökkentett utasítás készítő, de a RISC például az van, hogy mondjuk előírjuk azt, hogy mondjuk egy nagyon fejlett kurva modern procinál, mondjuk egy RISC-nél, mondjuk két tárolóba tudod csak beolvasni a memóriát tartalmat. Nincs tárolóhoz. Érted? De ráadásul az Intel procik már ma már és az AMD-ek is azért van mikrokódjuk, mert a bonyolult nagy összetettségű utasításokat valójában lebontják apró utasításokra, és valójában már az Intel proci is RISC proci. Csak nem RISC utasításokat fogad közvetlenül, hanem magas szintű utasításokat, X86-os utasításokat fogad, amit a mikrokód szétszincál RISC utasításokra, elemi műveletekre. Tehát az X86-osban van olyan utasítás, hogy ezt a memória címet ad hozzá ezzel. És az összeadás mindig úgy néz ki, hogy az elsőbe tárolódik. Akkor az valójában az X86, ma egy Intel proci, az valójában lebontja arra, hogy ezt a címet töltsd be ebbe a regiszterbe, mondjuk az AX-be, ezt töltsd be a BX-be, add össze, és az AX-et írd ki. Tehát szétszedi az egyetlen egy gépi kódú utasítást, több RISC utasítása. Ezt csinálja a mikrokód. De egy mikrokód kurva kicsi tárhely, nem fér bele semmi. Ja, hát sok minden nem. Miért? Mekkora az L1-es szintű cache? Hát most már ilyen 4 megások vannak. Na most, ez a cache. Ezen áramlik az adat. Mekkora az utasítás lánc, amit be tud szedni. Hány bites a processzor? Nem, hogy egymás után, tehát az előfeldolgozáshoz
Q-ba rakja az utasításokat. Az van ilyen, tudod, hogy előbecslő. Hogy a proci hány utasítást tud benyelni, X86-os utasítást. Hát el kell osztani. Processzor függő, nem? Processzor függő, de jellemzően egy Intel hány utasítást tud benyelni. Sokszor. Hát, várjunk csak, hogyha 60... 16, 32, 64. Mit? Mármint a cache-ből? Vagy mennyi van a listában? Utasítás, amit a procinak végig kell hozni. A gépi kód utasítás, X86-os utasításból. Hányat tud benyelni a proci? Mennyit? Mármint, hogy egyszerre? Mennyit tud a proci magában tárolni? Mert az utasítások kint vannak a RAM-ban. Hát ugye ez a lábaktól a régi, nem? A régi gépnél ugye minden egyes úgy történt, hogy először a RAM-ból kiolvasta a byte-ot, azt kifejtette a utasításra, végrehajtotta, és utána jött egy másik rész, hogy a következőből megint kivettem egyet, és kifejtettem. RAM-ból. Az eredet így működik. Ma van utasítás cache a procikban. És annak megvan, hogy az utasítás lánc milyen hosszú lehet maximum. 128.512. Együtemre? Hát maximum... Nem, hogy hány utasítást tud előolvasni a processzor. 512 kilokkb. Vagy ilyen 512 byte kb. Ez kevés. Nem sokra tippelek. De a lábaitól függ kb. Utasítás, mert a lábaitól nem függ, akármennyit be tud olvasni, az egy belső tároló. Csak gondold bele, hogy ennek a belső tárolónak ennek a proci órajelenkkel kettő, ez kurva gyors. Hát de amiatt a lábaim is, tehát amennyi, gondolom ez ahhoz van, a RAM és a... RAM és... Ahhoz a channelhez van igazítva, hogy ott az ne teljen meg ne is legyen üres, tehát az ő. Nem, azt mondom, hogy most nem akarok neked hülyeséget mondani. Viszont lassan összeszedem magam majd én is, mennyi az idő. Ez hát összeadott, mert ravatyul nézze ki. Yeah. Ennyi az idő, akkor így is vagyok lassan. Na, szóval a kérdés, ahol szerettem volna eljutni, nem sikerült, de magyar jutunk. Mennyi ideig érvényes egy jelszó? Amíg nem változtatják meg. Ez pontosan. Oké, okay, de... Azt mondtad, hogy meddig tart megváltoztatni, illetve feltörni? Ugye feltörés előtt illetve megváltoztatni. Hát... Ez az ember saját paranoia szintjétől függ, és hogy ki előtt... Hát látom, nálad kivett a biztosítékot. Nem, én az elméleti maximumra vagyok kíváncsi, az egy másik dolog. De ott van még az, hogyha én az a technológiai analfabéta ismerősen elől akarom védeni, akkor az a három karakteres random jelszó is elég, hogyha rendesen el van dugva, hogy hol kell beírni. Nem, akkor tehát mi jelszó se kell, hanem automatikus beléptetés kell. Ilyen egyszerű. Mert minek neki? Minek neki az a három? Úgyis össze fogja keverni. Most mit keresel? Azt akarom, hogy ennyi menni van, de hát ilyen tízes nagyságrendű csak azért. Felvetted? Mármint, hogy 10-64. Ha megvan, lehet, hogy el fogom kérni tőled. Mert de ez a 120 az előadás tőle el fogom kérni, de a hang az nincs meg. Ez akkor megint nem. De akkor egy lépésben annyit tud befogadni, nem? Hát azt, amit ő mondott, az ő nem tettem. Ez az egymásból a másik, amikből az egyik a másikba vándorolnak benne az adatok. Tehát ez nem az adat, hanem... Volt hát vagy a feldolgozás. Ez olyan hallgató, mert nem vagyok kérdezőtlen. Amiből a feldolgozás közben pakolgatja a processzor az egyikből a másikba. Ezt én nem tudom. Amiben összeadást végez most a hallgatók, az amiben a részeredményeket tárolja. Abból van annyi darab? Tehát az L1-be az adatok van. Mindegy, majd akkor találkozunk a már. Igen, de az utasításokat tudom elolvasod. Maga amennyit a... nem. Van egy utasítás cache. Egy ilyen mini puffer. Mini puffer. És ebbe mondjuk föl tud olvasni 10-15 gépi kód utasítást. Tehát akkor az magyarul 1000 darab. Ez 1000 bit. Hát egy utasítás mondjuk maximum. Hát 64 bit egy utasítás, nem? Hát a
Igen. Mind a kettőt. De nem biztos, hogy ki van annyira. Nem, mert nincs annyi. Nem egy 64 bit. Tehát attól, hogy 64 bites a procid, nem kell, hogy egy utasítás 64 bites legyen. Sok. Lehet, hogy több, mert bájtokban van. Mert az utasítás, ez a gond a X86-os architektúrára, hogy nem lehet tudni, hogy milyen hosszú egy utasítás. Hát ez kb. Ez olyan, mint a Unicode. Tehát itt is, ott is ott. Igen, ezért jó a RISC, mert a RISC az fix utasítás hosszú. Tehát egy 32 bit, tehát azt mondja, hogy minden egyes utasítás 16 bites. És abban minden benne van. Meg 16 bit adat mellett. Nem. Nem. 16 bit az adat. Köszönjük szépen. Mármint egy 16 bit a utasítás plusz 16 bit adat, nem? Nincs. Nem. Az utasítások, egy utasítás 16 bit. Kész. Ennyi. Ja. De az 16 bites akkor, tehát... Nem. Nem 16 bites a proci. Az utasítás a 16 bites. Egy utasítás mérete fix. 16 bit, pont. Még egy X86-osnál az, hogy azt mondod, hogy ezt a memória címet, add hozzá ezt a memória címet, létezik ilyen. Annak az utasításnak része az, hogy benne van az első cím, meg a második cím. De egy RISC rendszerben, RISC-szal, ezért nem lehet megmondani, hogy ezért kell beolvasni egy bizonyos byte számot, és el kell kezdeni feldolgozni, és akkor derül ki, hogy egy utasítás milyen hosszú. Ezt csinálja meg a mikrokód, hogy lebontja neked ezt a hosszú, nagyon bonyolult utasítást mikroutasításokkal. Mert hát a 32 bitesnél volt, hogy a fele volt az utasítás, a másik fele meg a mű, amivel műveletet végzett. Igen, de a RISC-nél ezt az, amit kiküszöbölnek, hogy nincs. Mert nincs ilyen. És akkor mit nem kell csinálni? Mert nem kell gondolkodni. Hát tudod, hogy beolvasok a 16 bitet, ez egy utasítás lesz. A következő utasítás tőle 16 bit lesz. És ezért ezt az utasítást elkezdhetem feldolgozni, mert tudom, hogy hol kezdődik, és ha már következőt, azt is tudom, hogy hol kezdődik. Ezért hát ez el tudom dönteni, hogy a kettőt tudom-e párhuzamosan csinálni. Érted? Értem. És ezért csinálja az Intel, ami volt a mikrokódnál, meg egyéb ilyen dolognál, hogy azért riszkesedik, mert ez a jövő útja. Előre lehet becsülni. Mert ha látod a mikroutasításokat, látsz egy előre mondjuk 100 mikroutasítást, lehet, ez hogy te azt meg tudod csinálni, hogy ezt az utasítást meg tudod csinálni, miközben az összes többit csinálod. Mert ez olyan vasakat érint, amit éppen nem használsz. De mondjuk a pályagyorsításról beszélsz, jól értem? Igen. De ez nem processz vagy programozó szintű párhuzamosítás, hanem prociban egyszerre párhuzamosan végződnek műveletek. Hát ha beleférnek, akkor itt a regiszterekbe lehet, hogy osztály, gondolom. Hát most ezért mondta, hogy nem gondolkodik. Processzora. Nem gondolkodik. Rengeteg regisztere. És ezért párhuzamosan tud. Tehát mit tudom, hogyha három regiszterbe tud betölteni adatot, és másik háromba, amelyikből ki tud írni adatot memóriába, akkor meg lehet azt csinálni, hogy igaz, hogy az A regiszter, amelyikből tudna memóriába írni, valójában átkopizzuk a B regiszterbe, aztán az majd kiírja a memóriába, miközben az A regiszter, amelyik szorozni tud, már szorozhat. És hát ez az, aminek olyan matekja van, hogy azt el lehet felejteni, de hát ide... Hát biztos, hogy el lehet felejteni. De ide nem lehet beletenni. Gondolj bele, hogy ez pár utasításnyi. Az L egy cache, ami mindig a prociba berakott cache, az egy kurva drága. Nézzél meg processzor elhelyezkedést, egy mai processzor, hogy az L egy cache mennyit foglal el szilíciumlapon. Rengeteget. L2, rengeteget. Nincs benne hely, kurva hogy egy drága. Kódot tegyél bele. Hát, én egyszer láttam egy ilyen programot. Én ezt írni fogok a tanárunknak, hogy küldje át. De ez a nem akartam elhinni szintű kategória. Egy direkt csak így megmutatták, valakik írtak. De valami biztos, hogy brutál szinten lementek, hogy mennyire megírták, de ilyen 160 kilobájt volt az exe. És egy 3D-s játék volt, amiben jó grafika volt, és normálisan nézett ki, mert minden procedurálisan volt generálva. Az egész függvényekkel igen. volt megírva. A teljes 3D-s játék, minden. Én nem mondom, hogy nem lehet.
De van egy olyan méret, ami alá nem tudsz menni, mert egyszerűen több utasításra van szükség. Hát jó. Ha ilyen értelemben... Csak olyasmikről beszélek, most... hogy backdoorokat építeni viszont könnyen lehetséges. Tehát azt... azt... De... ma... de ma a programozók nincsenek méretre optimalizálási képességekkel ellátva. Hát azok biztos, hogy nem. A... de azok, akik elvannak, azok meg rohadt jók. De, de nem. De egyszerűen... nincs meg hozzá a technológia. Gyakorlatilag elhalt. Csak a hivatkozás ismerik meg. Figyelj, a kontrolcég. Egyetlen egyszerűen nézzél meg egy pik evolúciót. Nézd meg, hogy az első programozott itt logikai pikkek, hogy azok mekkora beleírható programterülettel bírtak. És ma mekkorával bírnak. Hát bazd meg, kurvasok. Nem kell mondani. Hát én ezzel rendezek. Tehát amikor... a chat program 200 megabajtot fog elérni. Hát 256-án el kell. De nem, azt mondjam, nem azt mondom, hogy most gondolj abba bele, hogy ma már ott tartunk, hogy egy szaros, beágyazott rendszer, amiben pikket tesznek. És olyan, hogy, hogy kell 8K-s alatti tárolóhely nincs. 8K alatt. Ami alatt nincs semmi operációs rendszer. Az meg birizgálja a himbilimbiket. Nem kell megérteni. 8K. Mit csináltak a vizékkel? Hát, el tudod azt képzelni, hogy, hogy a, az erőműben az egyik rendszernél 90-es években, mert nem fér bele a kód, valami horribilisen drága pikket használtak. Horribilisen drága, tehát akkor több ezer forint volt darabja a piknek. A panel, amit építettek köréje körül, a panel minden mással együtt, a vassal az együtt olcsóbb volt, mint az az egyetlen egy szaros pik. Külön technológiára elküldték a fazont. Vigyük már meg azt a sört, hogy valaki nem iszol meg a sört? Fazont, pik, nem köszön, pik beforrasztási technika, mert ugye üzembiztonság miatt nem lehetett tokba tenni, de mi van, hogy a forrasztás közben elmelegít? Az már se vagyunk. Ezért külön neki forrasztóállomás lett véve, technológia. Mit vezérelt az a... én csak sört iszom. A rudakat. Olyan rég volt. Ja. Igen, azért az jó lenne jól megkérdezni. Hát igen. Hát ott képzeld, hogy ekkora szaros kártya, mondjuk 92-ben, amikor az elsőt legyártották, az 20 ezer forint. Kérdezd meg, hogy akkor faterod mennyit keresett. És akkor lesz volna elképzelés, hogy ez az ötöre. Én 91-es születtem. Abba el kellett írni egy normális programnak, ami hát valahogy elindult, és valami... tehát, és abba valami horribilis tárhely volt, tehát volt benne azt hiszem majdnem 1 kilobájt. 4 kilobájt. És az már egy programozó. Lehet, hogy szereztek 4 kilobájt, tehát ilyen kicsi. Hát azt tudom, hát ez van egy ilyen, a Bill Gates-től azt nem mondtam, egy ilyen idézet, hogy, a, hogy 64 vagy itt, hogy 128 kilobájt memória, az mindenkinek örökké. Igen, ez egy urban legend. Hát, sok mindent mondott, de még akár mondott, sok mindent. Figyelj, a kinyomtatott assembler program. Urbanlegends.hu-t nézd meg, és ott megtalálom Bill Gates-nek ezt az idézet. Tudod mennyi? Forrást nincs is, hogy miért nem igaz. Jó, hát nincs 10 oldal. Akkor lehet, hogy tényleg urban legyen. Na most, hogyha nincs 10 oldal, akkor oldalanként azt hiszem 130. Olyan, hogy a fobia karakter, az azt hiszem a szabad. Az akkor 1300 eszemben sorban. Hogy meg? Hát az matek volt rendesen, tehát ezt matematikusok írták azért. Az már nem jött matematikus, a program azok, aki úgy optimálizál, hogy én, aki tudok eszemben programozni, programoztam. Nem. Nekem nem mondják, mert nincs benne az a szép matematika, nincs benne függvény. Az már az túl egyszerű lenne. Ugrabugrák vannak benne. Az a baj, hogy meg engem, olyan matematikai műveletek, hogy mit tudom, hogyan kell hárommal osztani. Tököm se tudja, de valahogy nem, megoldották, hogy abban a címtartományban nem használjuk az osztást, mert az olyan sokáig tartana, mert nincs is benne osztó. Na? Igen. Összeadó és kivonóval csinálj meg hármas osztást. Hát lehet. És ezért szét, szét kellett szedni. Tehát, hogy mire kijött az adat, ahhoz 3 pikken ment keresztül.
mert mindegyik csak egy kis részét tudta feldolgozni, és akkor át továbbadta. Hát igen, ez már elég. Na most vissza. Csak azért mondom, hogy szerinted hány olyan ember van, aki ilyen szinten tud alacsonyat, és a másik az, egy olyan 10, de abból szerintem 8 kínai. Azt most mondom. És mekkora infrastruktúra kell ahhoz, hogy ezt kipróbál. És gondolj abba bele, hogy milyen kurva, hogy magas szintű szolgáltatásokat kellene beleintegrálni. Hát nem, beírom sárba, de ez egy olyan, már most arról beszélünk, hogy backdoor van a processzorban. Igen. Hát hogy el is ért? Igazából az a baj, hogy ezeket meg is találták már. Menjünk? Jó.